Sziasztok! Gondolom nem vagyok egyedül azzal, hogy hát jelen helyzetben nem voltam felkészülve arra, hogy otthon kell edzegetnem. Ez most, én nem kívánok igazságot tenni abban, hogy most ilyenkor jó-e lemenni a terembe, nem jó-e lemenni a terembe, hogy tartasz, nem tudom, 2 méteres vagy 1 méteres távolságot, meg leizzadják a gépet, nem. Most nem ez a lényeg, ez egy döntés kérdése, van, aki otthon marad, van, aki lemegy az edzőterembe, én azt választottam, hogy otthon maradok, viszont azt nem választom, hogy akkor otthon punnyadok, és betolva ülök a 4 fal között, hogy még a szabad levegőre sem menjek ki. Amíg tehát a jó idő engedi, én szabadtéren igyekszem elintézni a napi testedzésemet, vagyis legalább valami olyan testmozgás, ami a végső leépüléstől megóv. Egyébként vicces dolog, mert sokan mondják, hogy hát a fekvőtámasz az a semmi, a fekvőtámasz az a nem érsz el semmi, de ez egyébként tökre nem igaz. Nyilván, hogyha neked az volt a célod, hogy 100 kilóval nyomjál fekve, vagy 150-nel, akkor hiába fekvőtámaszozgatsz otthon, de azért egy alapfizikai állapot kezdőszintről történő elérésére, vagy egy fizikai állapot megőrzésére nagyon is megfelelőek a fekvőtámaszok, és hát ehhez nem kell semmi. Ebben ez a szenzációs, hogy nekem most még fekvőtámasz bakom sincsen, ami egyébként régen volt. Tehát tényleg úgy ért ez a helyzet engem, hogy totál készületlen voltam, semmi eszközöm nincs itthon. Mondják ugye, hogy szarból várat kell építeni. Ez konkrétan most a helyzet. Úgyhogy most bemutatok egy pár fekvőtámasz variációt, amiknek a segítségével a melledet és a tricepszedet úgy viszonylag elég jól le tudod edzeni. 3 féle fekvőtámasz készülök bemutatni, tehát széleset, közepes, szűket. A sorrendet illetően ez elég egyénileg tud alakulni, mert van egy olyan koncepció, hogy a legnehezebb félétől haladsz a könnyű felé, hogyha ezt a verziót követed, akkor először érdemes csinálni a szűket, utána a közepeset és utána a széleset. Ha viszont azt követed, hogy először mondjuk nagy izomcsoportot dolgozol meg, és utána izolálsz, ugye, gondolok itt a mellre és a tricepsre, akkor a széleset érdemes előrevenni, hiszen az dolgoztatja meg inkább a mellizmot, és minél szűkebbre veszed a fogásszélességet, ugye még én is benne élek itt az edzőtermi dolgokban, tehát minél szűkebbre veszed a szélességet, annál inkább a tricepset fog dolgozni. Én most ez utóbbi verziót választom, úgyhogy először is egy széles fekvőtámaszt fogunk prezentálni. Ott ugye az a lényeg, hogy szélesen támaszkodsz le, mint hogyha fekvenyomnál gyakorlatilag. Rúd nélküli fekvenyomás, saját testsúlya, letámaszkod szélesen, leengeded magad egyenes derékkal, és föl. Tehát ezt lehet nyilván olyan széles venni, amennyire szeretnél, mondjuk annyira nagyon szélesre, hogy már az alkarod ilyen szöget zárjon be, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondják, szerintem kevésbé értelmes, de mondjuk kihívásnak ez sem rossz. Én ezt javaslom, ezt a szélességet, és minthogyha fekve nyomnál, mehet a fekvő támasz. Sorozatszám, ismétlés szám tekintetében eléggé egyéni a történet, mert hogyha jó kondiba vagy, akkor is, ha nem vagy szokva a fekvőtámaszhoz, akkor eléggé egy gyakorlott emberhez képest eléggé gyászos mennyiségek mehetnek. Úgyhogy erre majd később mondok egy ilyen, hogy mondjam, trükköt, hogy hogyan hoztam én ezt fel ilyen 16 éves csikókoromban, amikor még edzőteremben nem is jártam, az egyszer elvégzendő fekvőtámaszoknak a mennyiségét. Második verzió. Teljesen hagyományos fekvőtámasz, ez részemről szerintem kényelmesebb, ha van otthon fekvőtámaszbakod, de ha nincsen, nyilván akkor sem megoldhatatlan, egész egyszerűen válszélességben letámaszkodsz, és nyomod a fekvőtámaszt. Na most itt ebbe az a szexi, azért nevezném a fekvőtámaszt egy alapgyakorlatnak, mert dolgozik a mellizom, dolgozik a triceps, kicsit nyilván dolgozik a vállizom, és egyébként a törzs egyenesítő izmok is, hiszen ha belegondolsz, amikor plankot tartasz, akkor is ugyanezt a testtartást kell kitartanod, csak letámaszkodva. Úgyhogy ez egy nagyon jó komplex gyakorlat, amit hogyha önmagában végzel, akkor tulajdonképpen nem azt mondom, hogy egy teljes testedzést végeztél, mert ez így ebben a formában nem igaz, de mindenképpen nagyon átfogóan edzetted meg a testedet. Harmadik versenyzőnk pedig a szűk fekvenyomás. Ez egy eléggé, nem tudom más szavakkal mondani, hogy eléggé köcsög gyakorlat, én nem nagyon szeretem, de hát ez csak azért van, mert nehéz. Úgyhogy én azt szeretem, amikor így háromszög alakban van tartva a kezem, mert a váll ízületemnek, nekem ez sokkal kényelmesebb, mint hogyha ez így be lenne forgatva, meg eleve nem is nagyon fér el, tehát ez mindenképp így kényelmes, hogyha így egy ilyen alakot vesznek fel a tenyereid.
Tehát letámaszkodsz, leengeded, ugye itt nagyon szűken marad a könyék, a test mellett, és vissza. Le, és vissza. Le, és vissza. És hiba lenne azt mondani, hogy jaj, és akkor itt nem dolgozik a mellizom. Ez ebben a formában nem igaz, de a terhelés jelentős részét a triceps fogja kapni. Korábban ugye érintettem sorozat és ismétlés számok, teljesen egyéni. Én amikor elkezdtem ezt a fekvőtámaszosdit, mondom ilyen 16-17 lehettem, akkor azt csináltam, hogy a sima hagyományos fekvőtámaszból lenyomtam egyszer amennyit lehetett, pihentem egy percet, lenyomtam még egyszer annyit, amennyi ment, pihentem, még egyszer, és ezt 4-5-ször egymás után, és ebben az volt a tök jó, hogy az első sorozatnál kitűztem, hogy minden edzésen csak egyel több legyen, vagy kettővel, vagy amennyivel megy. A lényeg az, hogy az első sorozat az ilyen halálig menjen. Közben musinista támadás áldozatai lettünk, de nem baj, megküzdünk ezzel. Szóval ez egyébként egy kihívásnak sem utolsó, hiszen az egy tök jó követhető dolog, hogy amikor elkezded csinálni, akkor nem tudom, 20-30-40 fekvőtámasz után úgy besavasodsz, hogy összeszarod magad, és amikor meg a végére érsz a nem tudom, karanténnak, vagy a bármilyen okból edzőteremmentes időszaknak, akkor úgy fejezed be a történetet, hogy nem tudom, lenyom 100-at egybe, ami korábban elképzelhetetlen volt. És nem ettől leszel Ronnie Coleman, nem ettől leszel testépítő bajnok, de abban biztos lehetsz, hogy a fizikumodra nagyon durván pozitív hatással lesz.